Köszöntöm a tévénézőket innen a BKTV stúdiójából. A mai adásunkban ismét a Megkérdeztük című műsorunkkal jelentkezünk, és a mai vendégem pedig Győri Orsi gyermekpszichológus lesz, akivel a diákszerelemről fogok beszélgetni. Szia, Orsi! Szia! Miért van az, hogy szerelmesek vagyunk? Miért van az, hogy szerelmesek vagyunk? Hát, két oka lehet. Az egyik az lehet egy kémiai folyamat, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, hiszen azért teremtődtünk erre a világra, hogy utódaink legyenek, és ilyenkor termelődnek az agyban mindenféle anyagok, kémiai anyagok, és ugye a faj fenntartás vége. Tehát ez az egyik magyarázata. A másik, én nagyon szeretem, hogy az összes mitológia arról szól egyébként, hogy az ember régen egy egész volt. Volt egy férfi, és volt egy női része. Ez egy kerek gömb volt, és az istenek megharagudtak ránk, ugye a rengeteg veszekedéseink miatt, és ketté választották ezt a gömböt, és van ugye mindenkinek van egy férfi oldala, és mindenkinek van egy női oldala. És amikor ez a két egyforma alapanyag találkozik egymással, akkor ebből lehet a szerelem. És mi zajlik olyankor bennünk, amikor szerelmesek vagyunk? Én úgy gondolom, hogy a szerelem az önmagunknak, az valamilyen tulajdonságának a kivetítése. Tehát ha valakit nagyon-nagyon nem szeretünk, és ezt nagyon megvizsgáljuk, ezt az illetőt, rájövünk arra, hogy amit magunkban nagyon rossznak találunk, azt az emberbe azt találtuk meg. Ha valakit viszont nagyon szeretünk, a tudat alattinkban elrejtett nagyon jó tulajdonságaikat találjuk meg abban az emberben. Ezért van az, hogyha például emberek nem találnak társat maguknak, ez azért van, mert semmi szeretnivalót nem találnak magukban, és ezért nem is tudják a másikban megtalálni azt, hogy ők miért is tudnának szeretni. És mit szoktunk ilyenkor másképp csinálni? Most elmesélek egy történetet. Nekem van egy osztálytársam, a legjobb barátnőm egyike, és voltunk röplabdaedzésen, és ott volt az ő barátja is. És egyik legjobb röplabdás az osztályban, és akkor nem tudott belőkni a röplabdába. Ez egy tipikus, ez idősebb korban is azért előfordul. Nagyon szeretnénk megfelelni a másiknak. Tehát ugye a másik felünk az, amit magunkban nagyon szeretünk, és ennek mi mindenképpen nagyon szeretnénk bizonyítani, nagyon szeretnénk jónak lenni. Ezért aztán ugye filmekben is vannak ilyen nagyon nevetséges fordulópontok, hogy akkor aztán mindent összekavar az ember. Mert nem tud koncentrálni, mert annyira meg akar felelni, és annyira jó akar lenni. Ennek egyébként ez a háttere. Milyen fajta szerelmek vannak? Hát én úgy gondolom, van kétféle szerelem, az egyik az egy építő, a másik az romboló, ha lehet azt szerelemnek mondani, de azért ezekben a hatalmas, nagy, forró érzésekben, amiket látunk filmekben, és elképzeljük, hogy mi majd így leszünk szerelmesek, ezeket azért, akik nagyon magas hőmérsékleten élik az életüket, általában a munkájukban és az életvitelükben rombolnak maguk mögött, azoknál az embereknél szokott ez kialakulni. Szóval ez a minden elsöprő, hatalmas, nagy érzés, azért ez nem mindig jó, ez rombol, ez éget utána, maga után, és évekig visszavetheti mind a két embert érzelmeiben. Az építő szerelem, az pedig egy nagyon mély barátság és egy nagyon komoly emberismeretre lehet ilyenkor számítani, és ezek a kapcsolatok tudnak tovább fennmaradni. És hogyha arra kerül a sor, hogy választanunk kell a barátok és a szerelmünk között, olyankor mit csináljunk? Hát nem kell választani szerintem, hogy a barátunk vagy a szerelmünk között. Ilyen időskorban, mint ilyen fiatal korban lehet barátkozni, a barátok mellett lehet szerelemnek lenni, a szerelem úgyis fontosabb lesz. És miután az ember már azért idősödik, és én azt mindig azt mondom, hogy én nem mondhatom magamról, hogy nekem a férjem a legeslegjobb barátom, és ez egy nagyon nagy dolog, mert valakinek ennyi se jut az életébe. Tehát ez lenne a végcél, hogy egy olyan ember legyen, aki a barátod és a szerelmed. De az előbb például azt mondtad, hogy a nagy őnél például ott az a mindent elsöprő szerelem. És hogyha a nagy ő mellett van egy legjobb barátunk, akkor mi van? Ezt ugyanolyan nemű barátnak mondod? Tehát egy férjed, hogy... Nem, hogy van a barátnőnk. Tegyük fel. Hogy akkor melyiket kell választani? Igen. Így gondolod? A szerelmet kell választani, de nem kell választani. Meg fogod találni azt az utat, ami neked szimpatikus, nem kell választani. De értelemszerűen mindig a társad lesz a fontosabb. Mindig. Vannak például ilyen különféle motívumok, tehát hogy a filmekben az szokott lenni, hogy ilyen lila felhők között ugrándoznak az emberek, hogyha olyankor szerelmesek. Ez honnan ered? Hát ez onnan ered, hogy ilyenkor az agyban egy nagyon erős kémiai folyamat játszódik le.
mondja a fáma. A másik fáma meg azt mondja, hogy kívülről, ugye valaki, az emberek azt mondják, hogy látjuk az aura teret, az aurában, hogy ez a lila köd, ez ilyenkor nagyon-nagyon látszódik, hogy egy ilyen lila ködben borul az embernek az érzelemvilága, nem tud úgy figyelni, és szinte repked, mint hogy helyen felhőkön lépkedne, mert annyira fel van dobódva. Ez azért van. Ez azért és milyen mondja. Különbség van a felnőtt és a diák szerelem között? Már gondolom, te már ezeket mind megtapasztaltad. Hát én mind megtapasztaltam, igen. Én egyébként azt gondolom, hogy a legtisztább érzéseket az ember, mikor kisdiák, akkor érheti meg. Egész életében nem tud annyi piszok, meg annyi maszlag még rálakadni a lelkére, és kisgyerekkorban nagyon ki tudja azt szűrni, hogy ki lenne az ő igazi társa. Tehát gyerekkorban még azért szeretjük magunkat, és éppen amit meséltem neked, olyan megtaláljuk a másik félben azt, hogy mit szeretünk magunkban. Ezek annyira tiszta érzések tudnak lenni, hogy nekem ez a legjobb történetem, ami velem megtörtént. Nekem általános iskola első osztályában volt egy szerelmem, és ennek a fiúnak is én nagyon tetszettem. Minden nap hozta a táskámat, jött elém, tehát ott nagyon jó kapcsolatban voltunk, egymás mellett ültünk a padban. És képzeld el, hogy egyszer haza kísért, és mikor az első puszit akarta nekem adni, én fogtam és belelögtem a hóba. És ez a fiú sajnos tüdőgyulladást kapott, és képzeld el, hogy nem jött soha többet iskolába, és hát mi évek után tudtuk meg, hogy kiköltöztek külföldre. Hát abban az időben még ez disszidálásnak hívták, tehát ők elmentek külföldre. És ilyenkor nem lehetett róluk tudni semmit, és eltelt 30 év, ugye én már pszichológiával foglalkoztam, és voltam egyszer egy Shaolin papnál, és ez a pap elvégzett velem egy meditációt. És a meditáció alatt arra volt kíváncsi, hogy ki az, akit én nagyon-nagyon szerettem, de nem, valami oknál fogva nem tudtunk elbúcsúzni egymástól. És képzeld el, hogy úgy keltem fel a meditációból, hogy én az öcsének nem tudtam megmondani akkor, hogy mennyire kedves volt velem, mert annyira szeretettel vett körül, és 30 év után ez a tudat alattiból nagyon-nagyon erősen előjött. És próbáltam megkeresni ezt a fiút, de hát nem, tehát a világban ő itt eltűnt, tehát nem tudtam fölvenni vele a kapcsolatot. És nagyon érdekes volt, hogy én dolgozom egy kávéházban, egy mexikói kávéházban, én ott vezetem a kávéházat, és képzeld el, hogy rövid időn belül, egy hónapon belül ez a fiú besétált oda. És így megláttam, én egyből elsírtam magamat, hogy hát ezt tényleg meg kell mondani, hogy meg kell köszönni, amikor valaki ilyen szeretettel vesz körül minket valamikor. És én meg nem is ismertnek, hát 30 év eltelt, és akkor a fiúnak besétáltak a szülei, na ők megismertek, és bejött a nővére, és ott leültünk, és nagyon rövid időn belül kiderült ugye, hogy én ezt a kávéházat vezetem, stb. És elkezdtünk beszélgetni, és nagyon-nagyon nevettek. És kiderült, hogy ezért a fiúé a Németországban a legnagyobb ilyen mexikói étteremláncolat. Tehát mi már ott gyerekkorunkban annyira hasonló gondolkodásmódúak voltunk, ahogy annyira tisztán láttuk egymást, hogy gyakorlatilag mind a ketten ugyanazzal foglalkoztunk utána. Tehát ezért mondom, hogy akkor ezek nagyon-nagyon komoly érzések, nagyon oda kell rá figyelni. És a szülőknek is érdemes egyébként figyelni, hogy a gyerekeiknek ki a szimpatikus. Mert ezek még nagyon tiszta érzések. Én szerintem utána, hát nagyon nehéz utána már ilyennel találkozni.